Műsorunk együttműködő partnere a Morszimp Kft. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Műsorunk támogató partnere a Humano IT Kft. Az év utolsó nagy durranása egy kicsit megelőzte az esztendő utolsó napját. A rally szakág a hagyományokat folytatva ezúttal is a Hungaroringen búcsúztatta az óévet. A Fansterm Kontakt Szilveszter rally iránt hatalmas volt az érdeklődés, hiszen előzetesen több mint 170 páros adta le az indulási szándékát. Éppen ezért fontos volt a háromnapos esemény elejére meghirdetett teszt, amelyen ezúttal is sokan vettek részt és remek hangulatban telt. Másnap viszont már megkezdődött az éles küzdelem, egymás és a stopper ellen versenyeztek a párosok. A Skoda Fabiával versenyző László Martin, Zsíros Gábor kettős nyitotta legjobban a futamot, akik az első két gyorsasági alatt szűk 5 másodperces előnyt szereztek, majd a folytatásban is megőrizték a vezető helyüket. Két szakasszal a vége előtt 4 másodperccel vezették az abszolút értékelést. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez így fog indulni számunkra. Nagyon örülök neki, ezt a reggeli első gyorsat megint elég jól eltaláltuk. Nagyon jó volt a gumiválasztásunk itt reggel a kicsit nedves aszfalton, még nagyon jól működött az autónk. Nagyon élvezzük, nagyon jó az egész. Ring külsőt azt szerintem megint meg tudjuk húzni egy kicsit. Itt a belsőn meg most kaptunk 2 másodpercet, hogyha ugyanannyit kapunk megint, akkor nem leszünk bajba. De meglátjuk, ugye most hosszabb kör következik. Meglátjuk a végén. Nagyon jó vele újra menni, mi egy jó pár éve mentünk együtt már a Gabival. Jó, hogy visszaült mellém, nagyon jó hangulat, nagyon jól el vagyunk egymással, úgyhogy biztos, hogy tesz hozzá sokat. Nagy tapasztalata van neki. A futam kétharmadánál a második helyen a cseh Petr Semerád, Danyi Perszein kettős állt. Őket pedig az EB futamokon edződött Csomós Miklós, Nagy Attila kettős követte. Gyarmati Ariel és Juszku Lajos néhány helyezést ugyan visszacsúszott, hiszen az első nap után még a dobogó 3. fokán álltak. Egy lassító érintés azonban visszavetette őket, de így is nagyon élvezték a száguldást. Összességében nagyon élveztük, semmilyen gondunk nem volt szerencsére se a tegnapi nap során, se a mai nap során. Nagyon jól vizsgázott az autó, gondolom a gumi választást is sikerült eltalálnunk. Ennek is köszönhető az, hogy egész jó időket tudtunk autózni. Ugye az abszolút 3. és a kategória első helyen zártuk a tegnapi napot. Ma két szakaszon, egy ring külsőn és egy ring belsőn vagyunk túl. Igazából meg tudtuk tartani a 3. helyünket, ha a gyorsasági eredményeket nézzük, de nem teljesen igaz, hiszen a ring belső gyorsasági utolsó lassítójának sikerült hozzáérnünk. Az viszonylag szélesre van hagyva, és én így úgy gondoltam, hogy ez a lassító ez negyedikbe át fog menni. Hát átment, csak a gumihoz hozzáértünk. Úgyhogy sajnos 15 másodperc büntetést ezért kaptunk. Úgyhogy így visszacsúsztunk a 7. helyre. Azt nagyon sajnálom, mert azért ez a 3. hely, ez talán mi mégis tudtuk volna tartani, tehát ez nagyon jó lett volna. De nem szomorkodunk, meg nem adjuk fel. Nagyon készülünk a következő körre. Ott ugye ugyanúgy lesz a ring külső és a ring belső, de az most duplá lesz ilyen körgyorsasági jelleggel. Bízom benne, hogy sikerül a 7. helyről még visszább jönnünk. Hát a 3. biztosan nem lesz meg megint, az a 15 másodperc az rengeteg itt. De összességében nagyon élvezzük, szerencsére az időjárás is mellettünk van, rengeteg néző van kint, hogy próbálunk azért egy picit látványosan is autózni. Úgyhogy nagyon szuper minden, remélem, hogy a következő kört is úgy tudjuk folytatni, ahogy az előzők lementek. A Solid Racing Team csapatát azonban nem csupán Gyarmati Ariel képviselte, népes kontingenssel érkeztek Magyaródra.
Kondella Péter számára is fontos volt ez a néhány nap, hiszen pályafutása során először próbálhatott ki egy erőtös versenyautót. Alapvetően a taktikánk az volt itt ezen a belső körön, hogy rajtprogram nélkül rajtunk, ugye annyira szűk a hely, hogy vagy kiadja, vagy nem, vagy kicsúszik, vagy nem, vagy elviszem a bálát, vagy nem, hogy inkább csak simán elrajtolunk, és menet közben kapcsoljuk fel a versenyprogramot. Én azt szoktam mondani, hogy én másodikig, harmadikig jó vagyok mindenhol, mert ott még nem félek. Ez a visszafordítva nekem nagyon tetszik, és szeretek összkerekes autóval menni pont emiatt, mert ott azért egy kicsit lehet csúsztatni. Nincs nagy tempó, úgyhogy olyan nagy hülyeséget nem lehet csinálni, mondjuk kint egy ötödik teliről a kerítés mellett az egy autószéles dobálóson. Úgyhogy kezdem megszokni az autót, nem mondok olyan nagy szavakat, hogy én már nagyon érzem, mert szó sincs ilyenről, pont annyira érzem, hogy jól érezzük magunkat ebben a két napban. Az erőtösséggel kapcsolatban hasonló véleményen volt Kondella Péter felesége is, aki a párját ezúttal navigátorként is segítette. Teljesen más, mint az eddigi autók, amikben ültem. Ugye legutóbb egy Rally 4-es autóban ültünk az Árpival. Hát még ahhoz képest is teljesen más. Azt hittem, hogy lesz egy kis hasonlóság, de semmi az égvilágon. Tehát oda megy, ahova kell, oda kanyarodik, ahova kell. Pont tegnap beszéltük Petivel, hogy kanyarodtunk, és mondom, érzed, mondom, mintha sinem mennénk, úgyhogy hatalmas élmény. Hát tegnap tapogatóztunk, ugye én nem nagyon mentem az autóval verseny előtt, annyi, hogy beállítottuk az üléstövet, és körülbelül egy olyan 10 kilométert mentem, vagy 15-öt az autóval. Próbáltam az elindulást gyakorolni, aztán szerintem egy 3-4-szer a rajtprogrammal rajtoltam, és ennyi a verseny előtti tapasztalat. Úgyhogy most arra azt gondolom, hogy úgy kezd kézre állni, nagyjából van elképzelésem, hogy mit kellene csinálni a Skodával. Hát azért a féktávban egy olyan 30 métert hagyok körülbelül, vagy lehet, hogy 40-et is, nem számoltam meg, lett volna rá időm, de nem számoltam meg, úgyhogy ezek a visszafordítók, ezek jól adják, mondom, ahol második, harmadik van, az jó, ahol már ötödik, meg dadog, az annyira nem kényelmes. Hát ahhoz képest az első rajtolás, amikor a Peti vitt vele, megmutatta, hogy kell egyáltalán, milyen gombokat miután nyomkodunk, hát mondtam neki, hogy én ezt az opciót lehet, hogy visszaadnám, hogy menjek a kocsival, mert hát, hogy minden összefolyt előttem, ugye nem számítottam rá, hogy mekkorát fog gyorsulni. Hát mostanra megszoktam, sőt igazán a külsőt várom, ahol rajtprogrammal tudok rajtolni, úgyhogy egy nagyon nagy élmény. Hát reggelig tudnám mondani, úgy fogalmaztam meg, hogy nagyon nagy élmény, de nekem több napba telt, hogy azt az első igazi métereket feldolgozzam, és úgy beszéljek róla, mintha nem is tudom, magasztalom, mintha sose ültem volna versenyautóban. Ez a három napos Skoda Fabiában biztos, hogy nagy élmény marad mindkettőjük számára. A versenyzők többsége általában a kalandmentes szakaszokban reménykedik. A 21.01-es Ladával induló Gyenes Andrásnak azonban a sima futás egyáltalán nem jött össze, így idő előtt fel kellett adja a küzdelmet. Igen, sajnos a mai második gyorsági szakaszon a bal hátsó kerekünk elrepült, ettől a kocsi irányíthatatlan lett, és pont egy féktávon történt mindez, úgyhogy nyomtam a féket, beesett a fékpedál, és neki csapódtunk a Hungaroringen húzódó kerítésnek a vas lábának, úgyhogy kitépte a bal első kereket is. Tulajdonképpen a kocsi totál káros lett sajnos, felgyűrte a padlólemezt nálam, úgyhogy nagyon csúnyán néz ki. Hát sajnos ez lett a vége. Én úgy gondolom, hogy a féltengely csapágy egy széles csapágyban rátéve, a csapágynak a rögzítése engedett el, és ezért repült el a kerék. Egyébként azért is bosszantó, mert hogy a harmadik helyről estünk ki így ebben a történettel, hát nagyon sajnáljuk. Nagyon élveztük egész ég, minden percét élveztük a versenynek, nagyon szeretjük ezt csinálni, úgyhogy jó volt. És azt gondolom, hogy magunkhoz képest jól is mentünk. A Solid Racing Team negyedik autóját Kállai Tamás vezette, a navigátori székben pedig Szilasi Arnold segítette a munkáját. Jó volt a tegnapi nap, igazából minden elvárás nélkül jöttünk ide, hogy csak autózzunk és szórakozzunk, de egészen a rajt pillanatáig magunk se tudtuk, hogy ebből most a nézőknek lesz autózás, vagy megpróbálunk a többi ladással versenyezni, de nyilván slickkel mentünk ki, tehát ebből azért érezhető volt, hogy mi a tervünk, aztán úgy döntöttünk pár kanyar után, hogy akkor próbáljunk meg időre menni, aztán leérve az első szakaszról láttuk, hogy kategória harmadik időt jöttünk, felbuzdultunk, hogy akkor ez így jó lesz, aztán utána jöttek a problémák, úgyhogy most is küzdünk sok problémával, így visszacsúsztunk most már az ötödik helyre, nem megyünk, nem adjuk föl. Igazából sajnos olyan problémáink vannak, amit nem tudunk itt megoldani, úgyhogy most csak egy ilyen átlagos áthúzkodás, átnézés folyik éppen, de diffi problémával küzdünk, ugyanaz a probléma jött elő, ami Egerbe annó, és sajnos ezt itt nem tudjuk megcsinálni. A mai napunk úgy kezdődött, hogy nem tudtuk reggel milyen gumival menjünk ki,
nem tudtuk, hogy mi vár ránk a külsőn. Sajnos nincs puha keveréki gumink, úgyhogy közepesen még nem mertünk kimenni. Így vizessel mentünk ki, ami azon a gyorságén jól működött, viszont mivel a kettő között nem volt szerviz, így a belsőre is vizessel kellett kimenni, viszont katasztrofális volt, úgyhogy meg is kaptuk a csomagot a többiektől azon a gyorsági szakaszon. Most azt nem tudjuk, hogy felrakjunk utcai gumit és hosszába keresztbe mindenhol, vagy megpróbálunk még meccsben maradni. Még ezt el kell döntenünk. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Műsorunk együttműködő partnere a Morszimp Kft. Műsorunk támogató partnere a Humano IT Kft. Puskádi János számára több szempontból is hasznos volt a Fansten Kontakt Szilveszter Rally. A hosszú, fárasztó év után jól esett számára egy kis hazai lazítás, emellett pedig a versenyautót is kipróbálták a ráváró feladatok előtt. Külön érdekesség volt, hogy Puskádi János irányítása alatt hazánkban először láthattuk a legújabb fejlesztésű Skoda Fabiát. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Mi minden évben most már 3-4 évben jövünk ki folyamatosan, mert nagyon jól érezzük itt magunkat, tényleg kötetlenül lehet autókázni, és mint látod, kint van család, barátok, mindenki. Logisztikailag ez egy nagyon, nagyon jó időben és helyen van ez a verseny. Egész évben járjuk a világot, ez ilyenkor jó egy kicsit itthonról is versenyezni. Kihoztuk ezt az új autócsodát, hiszen január 2-án a Jenner Rallyra indulunk már vele, ahol Simon Wagner fog vele menni, és megpróbálja megszerezni a harmadik bajnoki címét velünk. És nem akartuk, hogy ott legyenek az első méterek megtéve a kocsiba, úgyhogy egy kicsit most itt használjuk. Óvatosan kell menni, nagyon kell vigyázni rá. Fiúk a lelkemre kötötték, hogy csak akkor jöhetünk ki, hogyha karcmentes lesz az autó, úgyhogy ennek fényében autózunk, de nagyon élvezzük. Hosszú idő után Ranga László is feltűnt a mezőnyben. A pécsi rally is az elmúlt futamokon hiányzott a nevezési listáról, a magyaródi szágúdást azonban ő sem akarta kihagyni. Négy szakaszt követően az abszolút értékelés harmadik helyén állt, szűk 50 másodperces hátránnyal az éllovassal szemben. Elfelejtettük azt az apróságot, hogy talán mi vagyunk az egyetlenek, akik homlok szűkítővel megyünk, és hát nagyon nehéz így a nagy szűkítős autókkal, ez nem hiszti, hanem tényleg nehéz. Próbálkozunk, most egy picit gyorsítottunk, de azt hiszem már jobban nem merem erőltetni, nehogy valami baj legyen, mert ezt az erőkülönbséget nem tudjuk kiautózni, így szabad ugye nagy szűkítővel menni, tehát nem az a probléma, hogy bárki is csalna. Nekünk sajnos nincs nagy szűkítőnk, ez az egy, ami hátráltat. A rozsda talán lekopott tegnap, reggel még volt egy pici. Most úgy érzem már, hogy belemelegedtünk talán. 4 éve mentem utoljára erőtös autóval, úgyhogy újra vissza kellett szokni. A Peugeot után meglepődtem az első rajta, hogy mennyire elgyorsul az autó, úgyhogy össze kellett szedni magam. Ranga Lászlónak tehát vissza kellett rázódnia az erőtösbe. Órai Balázs számára azonban nem volt újdonság a top kategória. Még akkor sem, ha az ő esetében is erősen vissza kell lapozni a versenynaptárban, ha a legutóbbi futamát keressük. Nagyon jó kis verseny, nekik érkezett, meg jókat is mentünk. Ma reggel föltettük az új gumit, és azt hittük, hogy most már minden megy. Elszúrtam mind a két gyorsaságit, egyiken le is fulladtam, bár ott teljesen az én hibám volt. Akkor nem tudtam, hogy miért húzták ki olom a talaj, de most már rájöttem, hogy egy ugrató után nem lehet padlófékkel érkezni egy ugratóval. És kihúzták olom a talajt, lefulladtam, nagyon sok időt vesztettünk. Utána sikerült még benne is megfordulunk még egyet a belsőn, úgyhogy időt most már innentől nem nézzük, csak jól érezzük magunkat. Ezúttal is óriási szurkolótábor kísérte el Csomós Miklóst és Nagy Attilát. A páros a 2022-es esztendő során az ERC mezőnyében edződött, majd a magyar bajnokság utolsó két futamán is részt vettek. Ezúttal azt a C3-as Citroen terelgették, amellyel Mats Östberg megszerezte az abszolút bajnoki címet. Igen, hát az első éles gyorsaságunk sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Egy ártalmatlan szituációban másodikban megpusztam a kéziféket és a szalagkorlátnak neki csattantunk, vagy neki csúsztunk, de
Nagyon örülök, hogy még így is jó volt a szájíz. Ugye azért jöttünk el kipróbálni az autót, mert a jövő évünkben elég erősen benne van, hogy ezzel az autóval állunk neki az Európa-bajnoki futamnak, és, vagy bajnokságnak, és igazából attól függetlenül, hogy ennyire, vagy hogy összetörtük, hogy neki csúsztunk, nagyon örülünk neki, mert amiért jöttünk, azt megkaptuk, hogy az autó milyen, és nagyon bizakodóak vagyunk, szerintem nagyon jó autó. Most bizonyosodott be számomra az, hogy 90% a pilóta és 10% az autó. Ez az R5-ös kategória direkt úgy lett kitalálva, hogy azért megvannak azok a szabályok, amik keretein belül kell felépíteni egy ilyen versenyautót. Gondolok itt hengerültartalom, négykerék meghajtás, szekvenciális váltó, és tényleg azt gondolom, hogy maximum futómű bekötési pontokban lehet eltérés, diffirámpaszög, de gyakorlatilag, ha ezzel az autóval megyek, vagy egy Hyundai, vagy egy Ford, vagy egy Skoda, szerintem nagyjából nekem ez a tempóm, amit tudok, és annak örülök, hogy nagyjából ezt már nagyon hamar ki tudtuk ebből is hozni. Biztos, hogy van még benne, de összességében azt mondom, hogy szerintem gyorsabbak tudunk majd vele lenni hosszú távon. A szervizparkban sétálgatva Budavári Zoltánnal is találkoztunk. Holics Gáborral az oldalán a mezőny első harmadában foglalt helyet, de a Renault Megane RS-sel elsősorban szerették volna jól érezni magukat ezen a három napon. Az eredmény sokadlagos szempont volt. Az a 12 perc, amit versenyeztünk, vagy 11 és fél, az nagyon jó volt egyébként. De hát ez egyébként, ez a tenepről ez kaotikus volt. Volt itt minden sajnos. De maga a versenyzés egyébként és a kocsiba ülésük, a becsüktük az ajtókat, jó volt, az autó nagyon jól működött egyébként. Talán itt az utolsó gyorson, itt megmódosítottak a pályán, és egy barátommal megyek, nem igazán néztük itt, hogy a rendező egy órával a rajt előtt itt módosítgatott, szóval itt megálltunk és be akartunk fordulni, ennyi hibát vétettünk, többet nem egyébként, nagyon élveztük, meg is veregettük a Renault, nagyon jól működött, szóval a tegnap az szuper volt. Hát a mai nap elindultunk, az első gyors az szerintem jól sikerült, szerintem is ezt a ring külsőt, ez kicsit már ilyen rallisabb. Azt gondolom, hogy minden hiba nélkül lejöttünk, ott a végén 5. tiltás, 200-al jött a kis Renault, tehát nagyon büszke voltam rá, megállt a lassító előtt, minden működött. Majd bejöttünk ide, és elkezdtem hallani, hogy megint turbó problémái vannak, elkezdett kifújni, na, akkor le kell kapcsolni az ALS-t, és a végén meg bennmaradt harmadikba a váltó. Így veszítettünk itt a végén egy jó néhány másodpercet, de most próbálják megoldani. Végül is van 2,5 óránk. Itt vannak az ország legjobb Renault szerelői nálunk. Arra jöttünk rá, hogy 10-20 km-t jól bír, utána kell egy 2-3 óra csavarozás, de utána megint jól megy. A rally szakág újonnan megválasztott vezetője a Hungaroringen kettős minőségében vett részt. Hoffer Zsolt természetesen nem állta meg, hogy beüljön a volán mögé egy nagyon sűrű esztendő végén. Ráadásul kedves kötelességének is eleget tett. Igazándiból egy nagyon kedves partnerem a dolgozói között kisorsolt utakat, és öt utat sorsoltak ki, így öt kollégát tudtam vinni, akik azt gondolom, hogy sosem ültek még rallyautóba, vagy nem ilyen formában, úgyhogy számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy együtt tudtunk autózni, és az, amit kaptam tőlük, én azt gondolom, hogy az szenzációs. Illetőleg hát az MNS elnökét is sikerült megautóztatnom és megmutatni, hogy milyen sokan szeretik ezt a rallyt. Nem csak itt a szervizparkon belül, hiszen itt a Hungaroringen elmondhatjuk, hogy tényleg rengetegen vannak, hanem magán a külső részen is, a pálya nyomvonalán is, és aminek különösen örültem, hogy mindenki jó helyen, biztonságos helyen áll. Tehát azt gondolom, hogy a céljaink közök mindenképpen megvalósulnak. Köszönöm szépen ezt a rendezőnek, azt hiszem, hogy szépen összerakta ezt a évzáró futamot. A mindig bohókás Zsíros Imre a tőle megszokott vidám hangulatban ugyanakkor a pályán teljesen komolyan vette a Szilveszter Rallyt. Ezt hülyen jelzi, hogy 4 gyorsasági után a kategória második helyén állt. Még úgy is, hogy a navigátor székben folyamatosan változtak a személyek. Hát én nem tudom, hogy jönnek az összes haver. Tehát a régi, tehát Topor Kálmánék, meg ezek tudod, tehát most ezek a régi pilóták, mi azért mindig összejárunk, meg nagyon jó barátságban vagyunk, úgyhogy hál' Istennek meglátogatnak engem minden versenyen, úgyhogy ez tök jó így. De még minden évben ugye arról szól ez az egész, hogy folyamatosan viszem a vendéget. Tegnap ugye vittem a Messesnek, a navigátoromnak az unokáját, akkor vittem a kisvejemet, a nagyvejemet, a unoka rokonomat, meg mindenkit, aki bejön. Meg ugye a szerviz csapatot viszem, akik ugye egész évben segítenek nekem. A PSA Motorsport talán az egyik, ha nem a legnagyobb kontingenssel vágott neki az esztendő utolsó eseményének. Volt, akinek jobban, volt, akinek kevésbé sikerült az új év búcsúztató. Hát ugye 10 autónk megy összesen itt a Szilveszter Rallin, abból 6-ot szerelünk, és hál' Istennek itt a fiúk adnak azért némi munkát, kis lassítóbontás, kis ez meg az.
Szóval eltevékenykedtünk, hát egyelőre nagyon jó időnk van, nagyon sok néző van, szóval tényleg örülhetünk itt az év utolsó versenyén. Két kategóriában másodikok vagyunk, egy kategória versenyző az vezet, szóval egyelőre úgy állunk, hogy még az eredmény is meg lesz. Az utolsó körben László Martin és Zsíros Gábor megtartotta a vezetését. Az előny ugyan fogyott, de egy másodperc azért csak maradt belőle. A Szilveszter Rally tehát az R5-ös Skoda Fabiával versenyző kettős nyerte a cseh páros előtt. A harmadik helyen végül ifjabb Ranga László zárt. Hát nagyon-nagyon az örömünk, ez az első abszolút győzelmem, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, még talán fel sem tudom fogni. Az egész családomnak, az egész csapatnak szeretném ezt az évet megköszönni, mert azt gondolom, hogy fél évkor csináltunk egy autóváltást, és Skodára váltottunk, ez egy nagyon jó döntés volt. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jó kocsit kapunk minden versenyre, és nagyon sokat tudtunk tanulni minden versenyen, és azt gondolom, ez ennek a gyümölcse, hogy ilyen stabilan, pontosan tudtam versenyezni az egész verseny alatt. Nagyon szépen köszönöm Zsíros Gabi munkáját is, és a családom támogatását. Zsíros Gábor sok nagy csatát megért, ezért tudta, hogy a hajrában mire van szükségük ahhoz, hogy végül abszolútban megnyerjék a futamot. A navigátor nagy fegyver tények tartja, hogy Szemerádot maguk mögött tudták tartani. Martin nagyon sokat fejlődött, én 2020-ban mentem vele utoljára EB-n, ott harmadikak lettünk, egy nagyon jó eredményt értünk el. De sokat fejlődött, gyűjti a kilométereket. Örülök, hogy meghívást kaptam erre a versenyre, és neki bármikor szívesen, mert tényleg úgy kezelem, mert én neveltem, kimondhatom ezt is. Írtunk egy jó itinert most, jól tudtunk megint együtt dolgozni, és hál' Isten a végére ez az egy másodperc nekünk dolgozott. Úgyhogy megnyertük, és örülünk neki. Az egyébként jó hangulatú Szilveszter Rallyt beárnyékolta egy tragikus esemény. Míg az első gyorsasági szakasz után Kaposi László rosszul lett. Az előfutóként szereplő versenyző azonnal orvosi ellátást kapott, de az életét már nem tudták megmenteni. A rallis társadalom tehát egy újabb sporttársat vesztett el a 2022-es év végén. A tavalyi esztendő tehát lezárta a szakág, az idei tervezése pedig egyelőre várat magára. Elfogadott, érvényes versenynaptárt ugyanis még nem adtak ki. Az új év elején ez lesz a sportág vezetésének az egyik legfontosabb feladata.